Gyuri, én szeretettel átadom ezeket a tárgyakat. Köszönjük szépen. Egészséggel, még sokáig. Többek között széna húzógerebjét, faboronát és kőhordó kordét is adományozott a Balatoni Múzeum, a Georgikon Major történeti kiállítóhelynek. Mintegy 20 mezőgazdasághoz fűződő tárgy érkezett ide. A Balatoni Múzeumnak egy elég gazdag néprajzi gyűjteménye van, amelynek a revizióját az új néprajzos kolléganő Molnár Csenge elkezdte, és ekkor kerültek elő olyan tárgyak, amelyek nincsenek beleltározva, és elég jó állapotban vannak. Ezek elsősorban mezőgazdaságban használatos eszközök. Így gondoltuk azt, hogy itt van Keszthelyen a Major Történeti Kiállítóhely, és bizonyára ők ezt a gyerekfoglalkozások, a táboraik során nagyon jól tudnák, mint demonstrációs eszközöket használni. A Georgikon Major Történeti Kiállító helyen számos olyan programon vehetnek részt a fiatalok, melyeken a régi, hagyományos mezőgazdasági tevékenységekkel ismerkedhetnek meg. Az élménygazdaságban a növény és az állatvilág mellett korabeli fajátékokkal is kikapcsolódhatnak a fiatalok. A Festetics közösségi térben a kenyérsütés folyamatát tanulhatják meg. Itt is számos ezzel kapcsolatos eszköz található. Az új tárgyakkal pedig még több szegmens tudnak bemutatni. A múzeum egyik fejlesztési iránya is pont ezt a célt hivatott szolgálni. Ezért szeretnénk az élménygazdaságunkban is minél több természetes anyagból készült játékelemet behozni. Nyilván itt a fa az egy kiemelt szereplő, és visszatérve a kapott eszközökre, 90%-ban fa eszközöket kaptunk, amiket kisebb-nagyobb átalakításokkal, felújításokkal, egy kis kreativitást beletéve azt gondolom, hogy nagyon frappáns dolgokat tudunk kihozni, és mindezt a legkisebb korosztálynak a szolgálatára. A fahordót és a szőlődarálót is a múzeum pedagógiai foglalkozásokhoz tudják felhasználni a restaurálás után. Előbbiből egy malomjáték készül, utóbbi pedig az őszi szőlőmustra című rendezvény új kiegészítője lesz.